A GE dolgozóinak borversenyét 17. alkalommal szervezte meg a nagykanizsai fényforrásgyár demokratikus szakszervezete. 45 fehér és 15 vörös bor minta került a zsűri elé, de mint ahogy az ítészek elnöke, Pádi Lajos, a Dabibere borlovagrend tagja fogalmazott, az emberi kapcsolatokon van a hangsúly a mustra keretében. Már barátokként jövünk ide, és szinte kivétel nélkül mindenkit már személy szerint ismerünk. És ez egy nagyon jó dolog, mert a bor, ugye nem véletlenül a bor az egy szociális ital, hogy így mondjam, az összehozza az embereket, a barátság, a munkán és a barátságokon keresztül. Mit tudunk elmondani a GE dolgozóinak a fejlődéséről, hogyha a kisbirtokokat nézzük mondjuk Nagykanizsa környékén, az elmúlt időszakban a borversenyeken a szakemberek úgy szoktak fogalmazni, hogy észrevehető a fejlődés az utóbbi időben. Mit tudunk elmondani a helyiekről, a GE-sekről? Nagyon igaz ez a bevezető, mert szinte csodálkozunk sok esetben, hogy a hegyközségi borversenyekhez viszonyítva még szinte több jó minősítésű borral találkozunk. Ugyan ezek a gazdák ugye a környékbeli szőlőhegyeken birtokolják a területet, és jó néhányan ott is a hegyközségekben tagok, vagy ha nem is tagok, akkor is azért ez alatt a 17 év alatt, amikor itt közösen megfirtatjuk egymás borait. Mert az az érdekes ám, hogy ugye nem tudja senki sem, hogy kinek a bora van a pohárba. És szinte azt lehet mondani, hogy 99%-ig nem ismerik fel a saját borukat. Nagyon ritka, hogy ugye végig kóstol 30-40-50 bort valaki, és nem ismeri fel a saját borát, de véleményt mond róla, és csak utólag tudja meg, hogy az ő boráról mondott esetleg kritikát. És általában az ám a szép ebben a dologban, hogy megmondjuk a véleményünket, azt nem sértően, és nem is sértődik meg senki, hanem ezt tanúságképpen úgy veszik, hogy a következő évben próbálnak itt szebb borral megjelenni, és ez sikerül. Ez olyan, ha grafikonra fölrajzolnánk a borok minőségének az alakulását ezelőtt az elmúlt 17 év alatt, az egy olyan gyönyörűen emelkedő vonal lenne, hogy csodálatos. A GE-s dolgozók 17. borversenyén is lehet látni a benevezett minták számának különbségében, hogy Zalában döntően fehérborosak vagyunk, fehérboros vidéknek mondanak bennünket, de azt mondják, hogy nagyon szép vörösek előállítására is képesek vagyunk. Ez így igaz. Hát tulajdonképpen az utóbbi 100 évben tolódott el a fehérbor termőszőlők irányába az arány, mert régebben azért talán több volt a kék szőlő, és inkább vegyes borok voltak, tehát Schiller borok voltak. No, de tulajdonképpen ezt egyértelműen ki lehet mondani, hogy Zalába is nagyon szép vörös borokat tudnak előállítani. Hát itt, ami különösen itt megjelenik ezen a borbirálaton is, a Mihaldi hegyekről, meg Homokkomárom. Hát én nem csak most, de korábban is, hogy ezeket a szőlőhegyeket én ismerem, meg bejártam, és bizony nagyon szép vörös borokat is lehet kóstolni.